Üdvözlök mindenkit, Efei Matézzek! Itt vagyunk egy új MXGP játékkal, a motocross játékkal. MXGP 3, ami frissen most jött ki. Milestone kezei közül. És új játék ugye. És ami furcsa lesz most nektek, hogy nem biztos, hogy fogok szidni egy Milestone játékot. Hiszen eléggé adja a grafika, hogy így kipróbáltam verseny előtt, miközben kicsit lejjebb veszem a hangot. Bocsánat, tehát hogy mentem egy pár kört így Time Trial-ben, és egész adta a grafika, ugye az új Unreal Engine-t használja, ha jól tudom. Nem tudom, hogy 3-as vagy 4-es, de inkább 4-es, hogyha már a modern játékokkal appellálunk. Annyira egyébként nem vagyok képben ez ilyen gamer dolgokkal, úgyhogy vágjunk is bele az egészbe. Na, nézzük akkor, elmagyarázok mindent szépen nagyjából, mert igazából single player meg multiplayer. Azt gondolom adja magát, hogy itt mit jelent. Van karrier, van sima Grand Prix, van egy bajnokság, amit lehet, hogy meg ki fogunk próbálni, hogyha az alja is jó a játéknak, mert azt nem próbáltam. Time Attack az a Time Trial F1-ből, ez a Compound, nem tudom micsoda. Mindegy. Illetve van egy ilyen. Ez ami nemzetiségi kupa. Ez is érdekes amúgy. Szóval elég furcsa módok vannak benne. De milyen de esetre egy kicsit hangolódjunk rá, és akkor menjünk egy kis time trial-t. MXGP, van egy MXGP 2, szóval gondolom a kategóriája is van ennek a dolognak. Van Hondánk, KTM-ünk, Husqvarna-nk, Yamaha, még egy Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, nagyjából ezek. De abban tök mindegy, menjünk Husqvarna-val. Pálya pedig van ugye Katar, ami éjszakai pálya amúgy érdekes. Van Tájföld a játékban. Van egy holland pálya, van egy argentin, Mexikó, Lettország, érdekes, német pálya, ami nem a Lausitzringen van, ha jól látom. Érdekes, ott szokott lenni a motocross. Van egy olasz pálya, spanyol, az jó kanyargósnak tűnik, van egy francia, brit, még egy olasz, még egy cseh. Belga, svájci. Svájcban versenyeznek amúgy. Ó, van Essenben pálya. Azt ki akarom próbálni. Charlotte, egy amerikai, még egy amerikai és ennyi. Menjünk Essenben. A MotoGP fellegvára konkrétan. Hogy miért nem mennénk azon a pályán. Töltőképernyő. Ez általában nem szokott sokáig tartani. Hogy egész egyszerű pályának tűnik a többihez képest. Másfél kilométer körülbelül, és homok van rajta. Hát gondolom az aszfaltot lehomokozzák, aztán így jó van. Úgy volt a Lausitzringen is. Ezzel itt tisztában vagyok. Na most. Most így belemehetnénk a setupolás, de inkább nem akarom elrontani. Annyira nem értek a motorok beállításához. Majd esetleg kommentbe örülnék ilyen tippeknek. Illetve, hogy be tudom állítani, hogy milyen legyen a váltó áttételezés, nagyon médiumon. Esetleg erre a pályára mondjuk lehet, hogy jó egy long, de inkább nem akarok változtatni ezen. És akkor itt is vagyunk a játékban. Egész ugratósan kezdődik ez a pálya. Ugye itt nincs más dolgunk, mint köridőt teljesíteni. Amúgy kajak kivettem a részünket. És jobban működik a játék, szóval jobb az FPS, ha jól látom. Lehet, hogy nem is kell annyira lesporolni ezt a grafikát. Ilyen kicsit hozzá kell szokni. Szokásos Milestone irány az, hogy nem teljesen árkádosra veszik a dolgot, hanem még a legalapvetőbb fizikában is van egy kis szimuláció. Pályát meg még nem ismerjük. De amúgy egész
korrekt az irányítás. Az MXGP 1-jel játszottam még, 2014, azt hiszem. Azt utáltam, mert nem lehetett irányítani, meg az AI-ja is nagyon szar volt. Tipikus Milestone problémák. Mondom, még nem akarok előre odaadni semmit ennek a játéknak, mert a többi játékos még nem próbáltam. Hopp! Elfelejtünk kanyarodni. Hopp! Igen. Azért figyelni kell egy-két dologra, hogy hogyan érkezel le a talajra. Ez a pálya nem lesz a kedvenc szint amúgy. Katari pályán mentem egyébként egyszer. Az egész jónak tűnt, meg azt, hogy jól be is gyakoroltam. Nagyon jó ez a kis bukkanós itt. És ahogy mondtam, a grafika nagyon üt. Nekem legalábbis nagyon tetszik. Van benne ez a... HDR effekt, vagy nem tudom ezt, hogy szokták mondani. Tehát, hogy fénylik a murva, meg minden. Ami egyébként homok. Meg így alapból tetszik. Még mindig elmosottak viszik a textúrák, de jó az irány. És elvileg erre a grafikai motorra fog kijönni majd a GTR 3 2018-ban. Bocsánat. Ajja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 jj
játéknak. Na így lehet amúgy trükközni a levegőben. De hát én nem vagyok az a menő csákó motocrossban. Kicsit szűkre vettük. Igen, ez a kanyar tréfált meg az előbb is minket. Nem olyan hosszú tényleg ez a pálya. Ma mentük egy 1.25-ös időt. Azon már javítani kéne szerintem. Az látszik, hogy alap grafikán, fizikán van a játék, mert úgy ki tudok gyorsítani, mint az állat. 24 fél, elbutunk egy másodpercet. Szerintem itt a jó menők tudnak menni 20 alatt is, megkockáztatom. Mit tudom, mióta van át szemben amúgy futam? Motocross utam. Nem is hallottam róla. Mindig a Lousy Stringről hallottam. Amúgy faszán meg van csinálva, azt nézem. És egyébként nem sokára ki fog jönni a MotoGP 17 is. Úgyhogy ezek után kíváncsi leszek rá. Most sem majd a kedvenc kanyarunk. De nem ez, majd itt egy kicsit fordulni, ezt csak mindig benézem. Itt szerintem megpróbálom külső íven, azaz, ez lesz a jó ív. Akkor bukkanó, nem tudunk kigyorsítani, fékezzünk egyet, szép. Kezd menni a dolog, valahogy. Azt vettem észre, hogy ha kicsit kivezeted a kocsit, szóval, hogy külső ívül akarsz fordulni, akkor az kifizetődik, szóval nem szabad úgy belső íven menni, nem úgy kell kanyarodni motocrossban, mint ahogy nekem ráállna az agyam. Versenyjátékokból, autóversenyjátékokból, hogy ugye kanyarcsúcspontot kell fogni a közepén a kanyarnak. Itt inkább ki kell engedni kívülre, hogy mondjuk esőbe mennél. Már mettük egy 22 összetől, simán be lehet nézni 20 alá. Ebbe, csak nem így. Hát így meg főleg nem. Hello kamera ember. Na, ma rükvetsz. Visszafele megyünk egy picit. De aztán nem lehet amúgy pihenni. Mondom, minden fogunk majd indulni. Ha lesz verseny, ugye ilyen kijelölt pálya van erre. Hát tényleg minden jó kis szponzor. Jaj, mindig elfejtem, hogy itt kanyar van. Nem baj, most rágyúrunk egy gyors körre.
Én mindig azt mondom, hogy egész jól irányható. Tehát, hogy reagál arra, amit nyomok. Az utóbbi játékokban nem volt ilyen. Még azzal szenvedtem, hogy billentyűzettel lehessen jól irányítani a játékot. Mert aki nem kontrolleres PC-n, az kapja be. Döntsük meg azt a 22-3-at. Beszéltem, ha megérkezni kanyarba nem szabad, erre rájöttem. Hopp. Még jó volt. Pont elmentünk a bucka mellett. Most menjünk majd rá a rajtrészre, így van. Azért jó szűk itt az első kanyar. Jaj, rossz szívre jöttünk. Nem baj, jó, kijött végül is. Egyébként valamiért a motocross annyira nem népszerű Magyarországon. Meg úgy amúgy a motorversenyzés sem. Rallycross meg ilyen autocross, meg mit tudom én, miket szoktam látni, ugye Nyírád például, ami nincs is messze innen. Az egyik legnagyobb magyar rallycross esemény. Sőt, még talán nemzetközi is, ha jól tudom. Motocrossról nem is tudok annyira. Lenne bármilyen magyar vonatkozása, így ennek majd utána nézek. Közben az előbb nem sikerült javítani, ahogy néztem. Ez köszönhető részben annak is, hogy hülyén érkeztünk meg abba a kanyarba, a kedvenc kanyarunkba. Mindegy, ezt befejezem, aztán menjünk érdemi versenyre. Hoppá, de megúszott ott egy picit a motor. Ha lenne bármi szimulációja ennek, akkor ott már estünk volna. Most jól bevettük ezt a kanyart. Na, kanyar. Kicsit rossz szívben érkeztünk meg. Kicsit kifaroltunk. Ez is jó lesz. Jaj, nem! Úristen, elkiabáltam. Ne! Na jó. Menjünk versenyezni. Begyakoroltuk magunkat. Tehát, hogy nagyon eredeti a játék. Igen, nem akartam egyelőre megvenni. A dörtényen gondolkozom, hogy azt megveszem. Ezt csak így letöltöttem, hogy kipróbálni a törtet. Na. Grand Prix. Na, akkor... Van MXGP-k. Azért menjünk a profikkal, ha lehet. Menjünk egy Yamahával most. Pálya. Menjünk olyan pályán, amit ismerünk is. Vagy gyolózzuk be? Nem. Mexikóba mentem, ott mehetünk. A bike selection mi lehet vajon, hogyha... Na, high difficulty. Három... Nem, legyen 5 kör. Menjünk médiumra. Physics az jó. Hagyjuk meg az asszisztokat. Egy teljesen kezdő a dologban talán nem vagyok. Nézzük, hogy így meddig tart a betöltés. Jó, vál tovább. Vagy nem. Na. Csodálatos rajtrács, vagy... Hogy hívják ezt? Nem is tudom. Egy kis látványkép. Egy kicsit még mindig elmosott azért a játék, az látszik. De szerintem egész jó már. Ha meg előttünk tölti be a textúrát, szép. Na. Sessions.
Mi van két verseny? Már kiderül. Ki kell választani, hogy honnan akarunk indulni. Hát sok választási lehetőség nem volt, mint a széle. Az nem tudom, hogy jó-e vagy sem széléről rajtolni. Külső széléről talán nem. És... ó! Oh! Az új rajt volt. Na. Jó, ez gyors volt. Kis ütközés, és már is estünk el. Tehát figyelni kell majd. Pillanatok hiszem, hogy itt is van egy button, de ez button. Vagy lehet, hogy nem is angol, butron. A 13-22-ből. Ahhoz képest, hogy utolsóra visszaesünk, az nem rossz annyira. Ennyi innen butron. De butron fejű. Jó kis ugrató. Ja, csak ne essünk a fejükre. Az jó lenne. Egész jó tempó amúgy. Eddig azt vettem észre, hogy az Zai nem csinált nagyon-nagyon ostobaságokat. Én viszont igen. Ez egy hajszálon múlott. Ez azt hiszem majdnem padlógáz ez a kanyar. Hogy furcsa kimondani salakon ilyet, hogy nem salakon, mi az murván ilyet, hogy padlógáz. Akkor kicsit mélyre mentünk. De még megvan a motor. Lesz hova kisodródni amúgy. Lehet ott... lehet nagyot esni. Motorral. De kicsit bemegyünk kívülre úgy. Jól nem tűnik a tempó amúgy. Azok mit csinálnak? He? Hát ott konkrétan belement a falba. De hát így... önön magával. De minden, az mi volt? Nem baj, nekünk ez két pozíció. Öt körök ugye a verseny, és a második kör vagyunk még csak. Önök amúgy, hogy vezetnek és... oly! Mekkora trükki. Én azért nem vagyok ilyen menő. Mert ránk gyorsít, hoppá! Amúgy ennek van valami funkciója a verseny közben, vagy csak a nézőket akarjuk szórakoztatni. Most azért már nem tudják, nem bírják megcsinálni, vagyok mellett. Tök! Aztán neki mentem egy picit. Hatodiknak vagyunk, az nem rossz amúgy. Megpróbálunk nem elesni, és az is egy jó do... köszi. Sokáig tartott. Ráestünk valakinek a fejére. Az amúgy veszélyes, azt nem is tudom, hogy csináltam amúgy. Nem tudom, hogy jöttem ki jobban az ugratóból. Ott egy kicsi bevetődés. Nem dive-bomb-szerűség. Igen. Ezt a kanyát már egyszer megtanultam, hogy ugyan kell menni. Tehát, hogy nem elrontani ez a trükkje. Most megpróbálok figyelni arra, hogy ne essük rá a fejükre. Pilótáknak. Az ott mi amúgy? Azt én nem vágom. Az, ami kötelezően teljesítendő Joker? Ezen a butron barátunk elesett. Megpróbálom bevágni belsőre, ez nem is sikerül. De még megvan, azaz. Ötödik hely. Látszólag erősebbek vagyunk a médiumainál, a hard viszont lehet, hogy egy kicsit erős lesz. Lehet, hogy megyünk majd még egy versenyt, de az legyen mondjuk a számunkra. Itt egy francia szerintem, Poland. Gautier Polen, itt estünk az előbb a fejére. Úristen, majdnem megcsináltuk megint. Nagyon óvatos voltam, nem tudom hogyan fékeztem le a levegőben. De valamit csinálta. Valami trükkit csinálta a motorosom, hogy megálljon a levegőben. Közben a dobogon vagyunk.
hajtjuk szépen a motor. Jó, egy pillanatra megijedtem, hogy nem hallottok engem, mert nem kapcsoltam be a mikrofon. Jó, hogy ezeket ahogy leellenőrzem a videó előtt. Tehát felkészülés, közben ezt elrontottuk egy kicsit, nem baj, még pályán maradtunk, és pozíciót se vesztettünk. Maximilian Nagy előttünk. Kicsit nehéz kiejteni ezeket az embereket, ha nem tudjuk a nemzetiségüket. Én még meghozkáztatom, hogy beérünk első helyen. Készen álltok? Hopp, az egy rossz kanyarvétel volt. De olyan trükköztünk egy szépet. Aztán van valami külön gombbal kell megnyomni, hogy ilyen szépen befoduljon a motor. Követás közben. Valaki megint esett. Szóval nem én vagyok az egyetlen, ki ezt így meri csinálni. Ott van, gyerünk emberek. Ebből lesz a baleset. Emeljünk belülre közben. Nem, jól tartja magát. Maximilian. Jaj, úristen, az is szoros volt. Kérem szépen, motorverseny van. Hoppa. Szépen az előzések. Ugye autoléljük az elsőt, hoppá. Hoppá! Épp nem kéne közben elesni. Mondja a nagykönyv. Jaj. Egy rossz helyre kezdtünk le. Még nem vagyunk az utolsó körben, úgyhogy még van időnk. Ezután megyünk egy vakpályára, amit nem ismerek. Jó lesz az. Francba. Ami milyen szépen gyorsan visszatett. Mennyi nem. Szépen kiraktuk. Nagyon örülhetett nekünk. Hopp, az is majdnem elesés lett. Nyerjük utána utól szerencsétlen elsőt. NEM! Oh! Vannak ilyen féle csúszások. Ami így a színfajt hozzá nem lehet, hogy nektek jó, hogy itt elkezdek pánikolni. Hopp, essél el, ha már ilyen nagyon nagy menő vagy. Tim Geiser. Geiser. Tehát, hogy maga az ember. Hopp, az se volt. Nagyon. Na, Art az első helyért kérem szépen. Nem gondoltam volna, hogy az első versenyünkön meg fog történni. Hát mi volt ez a fizika már megint? Életveszélyben vagyok, komolyan mondom, amikor elkezdek ugratni. De lassan itt a cél, úgyhogy el kéne kezdeni megpróbálni ezt az előzést. Nem, hogyha így veszik a kanyar. Biztosan az Ainak is valami gyenge pontja. De szép! Gyerünk! Aztán még van egy kanyar a célig. Menj innen. Azaz, gyerünk! Ott a cél! Szerintem nincs mellettem, úgyhogy ezt megnyertük. Bam! Közelembe se volt. Ez az! Na. Nyertünk, kérem szépen. Első megjegyzés az AI-ról az az, hogy játszható. Abszolút játszható szerintem. Még nem tudom, mi lesz ez, hogyha föltorom hardra mondjuk. Vagy másik tészta lesz. De az nem ebben a videóval lesz, hogy megyek még egy verseny szerintem. Egy olyan pályán, ami vak nekem. Egy olyan, ugyanilyen Grand Prix-t. Másik verke. Mivel nem mentünk még, szerintem KTM-mel még nem mentünk. Pálya pedig... Nekem tetszett ez az olasz talán. Még sok a hajtű benne, akkor mennyi inkább a britre.
Tudod, jó kis lejtős, hogy nézem. Vannak nagy szintkülönbségek. És onnan indulunk, ha jól látom, szóval kicsit más lesz az első kanyar nekünk, mint amúgy. Aha! Esik az eső. Mondjuk nem tudom, miért zöld az eső. Mindegy. Na, van más hely, ahol nem tudunk indulni? Nem. Hát ezt majd kvalifikációval kell helyrehozni. Ez az eső nekem nem tetszik, nem tudom miért zöld amúgy. Az esőcsepp meg ilyen nagyon mű a dolog. Megint külsőjűről indulunk a legkülsőbb ívvel. De jól rajtoltunk az előbb is. Most nem rajtoltunk jól. Most nagyon nem rajtoltunk jól. Aha. Nehezebben kanyarodik a motor. Esőben. Túszós murva. Kicsit érdekes ez az eső, nagyon érdekes. Ne zárjátok rám. Hopp! Meg is érdemelted. Kicsit olyan érzésem van ezzel a grafikával, mint amikor Forestet játszottam. Ott van ilyen szintű eső, mármint hogy béna eső. Na hát, első játék Unreal Engine-en talán elnézhető. Itt a Team Geyser, akivel az előbb csatáztunk a győzelemért, most sehol nincs kb. Mezőnyben. Egész jó, kitanultuk most a szakmát. Menj innen. Sean Simpson. Sean. Ahogy nézem, ez a médiumai, ez nem ad akkora kívást nekem. Én lehet, hogy majd feljebb kell tolni, hogyha több videó lesz ebből esetleg. Ne? Ez egy kicsit alul kormányzott egy motor van. Amikor ez a gyönyörű kis mű, nem is eső, hanem hó. Komolyan mondom. Úgy néz ki, mintha hó esne. Na és az eső az gyorsabban esik ennél. Lehet, hogy oda tettek csak valami effektet a képernyőre, hogy úgy tűnjön, mint a felség. És akkor megcsináltak mondjuk fizikailag, hogy egy kicsit csúszosabb legyen. Tehát így értitek. Milestone minőség. De amúgy annyira nem panaszkodhatok erre a játékra. Mert nagyon játszható szerintem. A második a kagyunk közben, nem is figyeltem. Tehát Sacchoao. Külsői, nagyon szépen ráfordulunk. Jó kis lejtő. Toljuk neki 600-zal. Hopp. Hello. Ez magától ne essen el a motor. Igen, ezen kell még majd dolgozni, hogy ne nagyon essünk el futamon, mert azt gondolom, hogy pozícióba került. Váltsál már vissza egyesbe! Szóval ez az autóval találtó. Sose szerettem, de hát billentyűzettel mit csináljak. Ezt most jól vettük. Csak mindig csak a második körben vagyunk. Elég hosszú a pálya. Az meg egy gyönyörű előzés volt, köszöntem szépen. Most jön a harmadik kör majd. Ez még valaki még mindig füstöl, technik vagy eső van. Ott is lehetünk elsők egy teljesen új pályán számunkra. Esőben. Elég szépen tükröződik amúgy.
a víz a murváról. Hogy ez föld. Azt se tudom, mi ez. Úgy van. Ha itt estünk el az előbb, valami hiperérzékeink kontrollot vett ott a motor, és akkor hirtelen abból elesett. Hát mondjuk ki kell tanulni ezt a kanyart, hogy hogyan kéne venni. Egyébként összehasonlítva mondjuk a Valentino Rossi játékkal ezt a motocrossot, szerintem sokkal egyszerűbb irányítani ezt a motort, mint azt. Ennek van, amennyire örülök. Nem kell azzal küzdeni, hogy megtartsam a motort. Hát, hogy időbe bekanyarodik, meg ilyenek. Mondjuk előny. Jó tempója van az elsőnek, azt meg kell mondani. Antonio. Tudom olvasni, valami olasz. Addig eljutottam. Jó, kanyarodj el. Az gyönyörű volt amúgy. Lehet, hogy ez a kulcsa ennek a kanyarnak. Bele lehet, hogy nem ez a kanyar, ahol elestem. Na. Verse az így nagyon... Ez az a kanyar. Egyszerűen csak nem szabad gázodni szerintem. Mielőtt megérkezel a kanyarba. Carioli. Cairoli. Aha. Cairoli. Milyen sötét az ég, most nézem, valahol fekete konkrétan. Gyönyörű. Belső év, majdnem sikerült. Még azért várjunk egy kicsit a manőverrel. Egész szépen vezetek most amúgy. Ennek örülök. Ezt pont rosszul vettem mondjuk. Nem bírom utolérni az elsőt, ez így mi? Olyan szépen átgázoltam a mezőnyön az első, meg még húz el. Oké, szépen vesszük. Na, ezen a részen utolra szoktam érni, csak aztán ahogy jön a célegyenes, ott lóg el. Igazából már nem lesz célegyenes, hogyha ott elbuktuk, akkor elbuktuk. Közben... Szépen visszahoztuk. Majdnem annyi lett az első helynek. Ott jön egyébként a harmadik, csak úgy jelezzem. Tehát, hogy ennyivel gyorsabbak vagyunk a mezőny másik részénél. Így buktunk az előbb. Ő viszont nagyon elrontotta most ezt a kanyart. Lehet, hogy az az ív, amit én megyek, az itt OP... Rip. Random módon esett a motor. Innentől behúzta. Talán nem fogom ledolgozni. Még 20 másodperc hátra van a pályából. Jaj, ezt meg rosszul érkeztem. Nem baj, végül is jól jött ki, ott a célenyen ezt szerintem. Majdnem utolértem a végére amúgy. Itt a finish. Meh. Menjünk ki oda a Narnia. Az igen. Vissza is teleportált egyből. Mit mondjak a játékról? Oké. Ezzel hajlandó vagyok játszani amúgy. Abba bízok, hogy a MotoGP is valami ilyesmi lesz. Hogy legalább irányható lesz billentyűzetről. Ennyire. Az aira se lehet nagyon panasz.
nem az a fajta, aki így fogja magát és belétszel. Na, reward, az nem nagyon érdekel igazából. Én szerintem ennyi is lettem volna az MXGP-vel. Ha szeretnétek belőle videót, akkor jelezzétek meg, ez ott látom, hogy jelzi, hogy kredit. Tehát mindegy. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, és majd találkozunk a legközelebbi videóban is. Addig is legyetek jó. Sziasztok!